Kedves hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket! Újabb online oktatói klub adás. Pongor Sándor a mai vendégem. Sándorral egy konferencián találkoztunk itt az ITK-n, ugye én is hallgatója voltam az ITK-nak. Engem Sándor nem tanított, viszont itt a konferencián összefutottunk, és kérdeztem azt, hogy ön melyik egyetemről érkezett, és mondta Sándor azt, hogy hát ő ITK-s, és teljesen le voltam döbbenve vele, hisz minden oktatót nagyjából én ismertem akkor már az ITK-n. Úgyhogy Sándor, hozzád fordulok, és ezt meg is kérdezem, hogy mikor kerültél ide a Pázmány ITK-ra, és hogyan kerültél ide a Pázmány ITK-ra? Köszönöm szépen a meghívást és a kérdésedet. Hát erre azért kicsit bonyolult válaszolni, mert én külföldön dolgoztam, és fokozatosan zsiripeltem be a Pázmányra. Tehát először is kerestem azt a helyet, ahová hát Magyarországon el lehetne jönni, és ahol olyan oktatási feladat van, amit én szeretek csinálni. Én elég régen foglalkozom oktatással, és hát a Pázmányban nagyon sok minden vonzott. Így akkor eleinte megbízással voltam itt félállásban, akkor pályázatokat próbáltam szerezni, és akkor végül úgy 2010 környékén kerültem főállásba ide, de hát akkor már 5-6 vagy talán még több éve is már úgy többé-kevésbé itt voltam. Tehát ezért volt ez olyan nehéz engem így látni, meg hát különben is én csak a biológus, a bionikus hallgatókat tanítom. Akkor főleg igen, ezért nem találkoztunk mi. Mert ugye én mérnök informatikát tanultam, és nagyon kevés biológiai tárgyunk volt akkor. Hol, merre jártál te az életed folyamán? Ahogy itt említetted, hogy máshol voltál, külföldön voltál, merre jártál te a nagy, szélesen nagyvilágban? Hát helyel közel azért már elég régen, mert 1980 óta ugye kezdtem külföldre járni, hát Amerikában voltam majdnem 4 évet, akkor visszakerültem Magyarországra, és itt hát az akkor megjelenő ugye génsebészet és a többi ilyen titokzatos szakterületeknek, tehát megjelenésének hála, megbíztak egy intézetnek a megszervezésével. Ez a Gödöllői Biotechnológiai Központ. Ezt hűségesen meg is csináltam, mármint a rám eső, nyilván az árokásás nem én vezényeltem, de a tudományos részek összeszervezését igen. Ez egy izgalmas feladat volt, mert akkor volt új dolog a biotechnológia. Nos, mikor ez a szervezés befejeződött, akkor kerültem viszont igazán hosszabb időre külföldre, akkor Olaszországba kerültem, és ott már teljes egészében bioinformatikával kezdtem el foglalkozni. Tehát ez egy ilyen cezúra volt. De hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye vegyészmérnökként végeztem Budapesten, az egy, hát egy mérnöki terület, és gyakorlati, hát biológus mérnöki akkor még nem volt, de biológiai iparok azok már voltak, ez engem vonzott, és hát ez egy nagyon, nagyon gyakorlati alkalmazott terület, borászat, sörgyártás, minden oda tartozik. És ez egész végig elkísért a életemben, hogy egyrészt volt egy ilyen alkalmazott vonzalom, másrészt az egyetem alatt elkezdtem molekuláris szerkezetekkel foglalkozni. Hát ez ennél távolabb semmi nincs a gyakorlattól. Ott az ember elektronokat lát, ez egy ilyen hát fizikai módszerre, röntgendiffrakcióval foglalkoztam, azon nagyon kevesen foglalkoztak akkor, és hát és ekkor kezdtem el tulajdonképpen programozni is. De az első években nem volt erre még olyan nagyon sok lehetőségem, mikor Amerikába kerültem, akkor volt egy olyan dolog, ez egy nagyon érdekes, erre máig emlékszem, az a 80-as évek eleje, hogy megjelentek a laboratóriumban a komputerek. Addig nem volt olyan, most nem kell nagy dolgokat gondolni, ilyen dedikált szövegszerkesztők jelentek meg, de akkor körülálltam mindenki őket, nézegették, hogy mire jók azok. És hát bizony kiderült az, hogy az a terület, amin én dolgoztam, akkor ez ilyen génsebészet, genetika, ez a terület volt, hogy hát az a terület tulajdonképpen nem tud létezni ma számítógépek nélkül. És ekkor jelent meg a biológia, informatika, vagy bioinformatika. És én ehhez csatlakoztam, és még 10-15 évig voltak gyakorlati témáim, de egyre inkább mentem e felé
az informatikai részek felé. Na most egy érdekessége volt ennek a területnek, hogy rájöttem, hogy ez a terület egy ilyen ollóban van a alkalmazások és az informatika kettősségét, azt nem tudják az emberek megbenyelni. Ez azóta is így van, a legtöbb helyen. Tehát aki orvos, annak annyira le van a feje terhelve az orvostudománnyal, hogy ő nem fog programozni. Vagy ha programozik, ott kell hagyni az orvostudományt. Tehát nehéz a kettőt együtt csinálni, hanem szükség van egy ilyen dedikált területre. És akkor így 1990-ben, 90-es években, akkor kezdtem el szervezni, akkor már Olaszországban egy ilyen tanfolyamot, amelyik egyik legkorábbi ilyen oktatói nyári egyetem volt, és hát ezek több mint 5000 hallgatója volt az évek során, ez egy és a leghosszabb ideig működő, tehát a folyamatosan működő bioinformatikai iskola volt. Ez tényleg minden nyáron rendeztük, erre a világ minden tájáról jöttek, tehát jöttek Kínából, Indiából, nehéz elmondani, bárhonnan. És ezeket meg is, és az előadók is. És egy nagyon kivételes dolog volt abból a szempontból, hogy például abban az időben egy kubai vagy egy iráni az nem léphetett be az Egyesült Államokba. Tehát ilyen szigorú embargó stb. Volt. És nálunk ezek a, még akár a kubai diákok, nem voltak nagyon sokan, de voltak, azok egy az egyben láthatták a legjobb amerikai bioinformatikusokat. Tehát egy elég kivételes valami csoda volt, úgyhogy én ezt nagyon szívesen meg is tartottam. Közben pedig hát volt egy kutatócsoportom időnként 20 emberrel, volt, hogy többel, és ott érdekes módon akkor is részben gyakorlati, részben elméleti témákat csináltunk. Ez a kettősség ez megmaradt, de viszont akkor már 4-5 emberrel tiszta bioinformatika folyt. Hát így kerültem ide, és akkor itt a bioinformatikai oktatásnak a megszervezése volt az elsődleges feladatom, de hát kutatási témák is alakulnak. Igazság szerint definiáltad, hogy mi a bioinformatika, de most ezt így direktbe is feltenném neked ezt a kérdést, hogyha egy-két mondatba kellene elmondani, hogy mi a bioinformatika, azt hogyan mondanád el, és ahogy látom, ez rendkívül szenvedélyesen érint, és ez a szenvedélyed a bioinformatika, hogy hogyan győznél meg egy hallgatót, egy hozzánk jelentkezőt, hogy a bioinformatikát válassza. Tehát a bioinformatikát legjobban úgy írhatjuk körül, hogy ez a biológiai adatoknak a tudománya. Az, hogy az adatból hogy lesz információ, az információból hogy lesz tudás. Ezt most már így mondhatjuk. Ez ebben benne vannak az adatoknak a gyűjtése, benne van az adatok tárolása, szervezése, az adatbázisba szervezése, benne van azoknak az analízise, és ezeknek a kommunikálása. Tehát ez egy igen komplex dolog, mert egy adatból először információt kell csinálni, akkor az információt valahogy ábrázolni kell, vizualizálni kell, ugye, ahogy ti is vizualizáltok. Tehát, és ezt kommunikálni is kell. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett feladat, de hát a szűkebb része az, hogy az adatból hogyan csinálunk ismereteket. Tehát hogyan gyűjtjük az adatokat, hogyan szervezzük őket, és ez pedig napról napra változik. Na most ez ennek a területnek az egyik nagy problémája, hogy borzasztó gyorsan változnak a dolgok. Tehát egy új dolog történik, akár csak egy olyas, mint a mostani COVID-járvány, és teljesen átszervezi az egész területet, ahogy nézzük az adatokat, ahogy gyűjtjük őket, mert egy csomó olyan dolog merül föl, ami eddig nem volt. Tehát hiába tanulok én meg most programokat futtatni, nézegetni, mondjuk én, mint egy első éves hallgató, mire én végzek, azok a programok nem biztos, hogy ott lesznek. Tehát nem azt kell megtanulni, vagy megtanítani a diákoknak, hogy hogyan kell futtatni a programokat, jó némileg azt is, de az, hogy hogyan kell az újakat megtanulni, tehát hogyan kell tanulni. Ez pedig egy komplex dolog, ezt tudjuk.
Igen, volt régen az a hasonlat, hogy a tanár a kertész. És leginkább ez abba változott, hogy a tanár nem a kertész, a tanárnak egyfajta facilitátorrá kell Igen. változni, aki azt tanítja meg a diáknak, hogyha a hallgatónak, hogyha őt ledobják a világ bármelyik pontján, hogy akkor itt teljesíts be önmagadat, vagy éppen ő megy oda, akkor, hogy ő ki tudjon bontakozni, rá tudjon csodálkozni a világra, megértse, hogy mi történik, és tudjon hasznos munkát végezni. A bioinformatikai kutatócsoportban pontosan mikkel foglalkoztok, kikkel dolgoztok együtt? Tehát mi a rengeteg alkalmazási lehetőség közül most éppen baktériumközösségekkel foglalkozunk. Ez egy érdekes dolog, mert a közösségek azok engem mindig érdekeltek. És megjegyzem egyébként, hogy a Pázmányon is azt tetszett nekem a legjobban, hogy ez nem csak diákok úgy együtt bent ülnek egy szobában, hanem ez egy közösség, ahol nem csak oktatnak, hanem nevelnek is, és foglalkoznak az egyedekkel. Nos, a minden jó közösség ilyen, hogy a közösség tagjai azok együtt hatnak egymást, tehát kollaborálnak egymással, kooperálnak, versengenek is. Hát a legjobb osztályban is azért az első diák helyér azért versengeni szokás volt régebben. Ugye, tehát van versengés, kollaboráció, és ez ennek hatására azért igen érdekes dolgok alakulnak ki a természetben. Tehát a természetben vannak olyan baktérium közösségek, amelyek országnagyságúak. A tengerfenekén vannak, nem látjuk őket. De felmérések szerint egy olyan közepes európai országnál nagyobb összefüggő baktérium szőnyegek vannak a tengerfenéken, és ebben nagyon szigorú együttműködési szabályok vannak. Tehát az alsó rétegben ott oldják föl mondjuk a kőzetet, akkor adják tovább az oldott anyagokat, fönt az oxigént kötik meg, és az egész együtt létezik, mint egy ilyen több emeletes, több rétegű dolog. Ha ezt nem bontják meg, akkor ez el van ott magában. Régen az egész földfelszínt ilyenek borították. Na most hát manapság is vannak ilyenek, mert az emberben ugye bent él a bélflóra, ami több tízezer, sőt megszámlálhatatlan fajnak a együttműködése, és ez egy még furcsán, még érdekesebb dolog, mert ez nem olyan állandó, mint a tengerfenéken, hogy ott lenne, hanem állandó, hogy jönnek újak, mennek ki régiek, tehát állandó átjáróház van, és ez mégis jól működik együtt az emberrel. És hogyha nem működik, akkor betegek leszünk, szóval akkor baj van. Tehát ezeknek a közösségeknek az informatikai vizsgálatával foglalkozunk. És hallgatók, doktoranduszok, posztdokok? Hát én nekem két szenior munkatársam van, most már mind a kettő adjunktus, és hát ők köré szerveződnek, ugye master's diákok, vannak hát BSC-sek, és akkor ők így mindig így belecsatlakoznak, hogy jobban értsem, tehát hogy ők adott munkába csatlakoznak bele, vagy esetleg ő nekik is van olyan ötletük, amin esetleg elgondolkodtok, és úgy lesz belőle egy diplomamunka? Hát a helyzet az, hogy az ötlet most már inkább a szenior munkatársaimé. Tehát ez át van adva nekik, ez a feladatnak ez a része. Tehát mi meg kialakítottuk a kutatási irányokat, mind a kettő nálam volt, nálam diplomázott, nálam doktorált, tehát régi az együttműködés, és jól ismerjük egymást. És hát az egyikük, Ligeti Balázs, ő inkább a mesterséges intelligencia felé megy el, és hát annak az alkalmazása főleg mikrobiomokra. Uh-huh. A Juhász János pedig, ő ezekkel a közösségi modellekkel, sejtmodellekkel, ágens alapú modellekkel foglalkozik, ami szintén egy elég újszerű dolog, elég új dolgokat csináltunk azon a területen, tehát ott azt modellezzük, hogy a sejtek hogyan kommunikálnak egymással, és hogyan stabilizálódik így egy közösség, és mikor megszűnik a jelátadás, valami baj van, akkor összeomlik-e. És hát ezek szépen összeomlanak, tehát nagyon vigyázni kell, hogy egy közösség az azért az egy ilyen kommunikáló
kommunikáló egyedeknek az összessége, és talán itt van a legnagyobb baj, nem csak, hát nem csak a mi világunkban, hanem nem csak a mi környezetünkben, hanem világszerte, hogy az emberek atomizálódnak, nem tudnak beszélni. Nézegetik, ugye, hogy hívják ott az okostelefonjukat, és azt hiszik, hogy kommunikálnak, pedig nem kommunikálnak. Ez nem emberi kommunikáció. Úgyhogy, hát ezért ezek a problémák, ezek ennek mindig vannak emberi vonatkozásai, és mindig vannak ugye biológiai vonatkozásai is. És mennyire lehet ezek az adatok alapján detektálni akár előre történéseket, tehát akár egy összeomlást, tehát hogy az általatok gyűjtött adatok alapján ez könnyen jósolható, vagy megmondható például? De lehet, hogy nagyon naív a kérdés. Nem naív a kérdés, ez egy abszolút komoly kérdés. Na most, hát ezt több szinten lehet vizsgálni. Tehát mi nagyon sokat dolgoztunk azzal, hogy kétféle baktérium sejtet összeeresztettünk, azok együtt működtek, és akkor megzavartuk a részt, és összeomlott. Ez összeomlott mind a laborkísérletben, mind pedig a számítógépen összeomlott. Tehát akkor, mikor bizonyos jel nem megy át az egyikről a másikra. Tehát itt elég komplex dolgokat lehet csinálni, tehát ilyen két-három sejttel, két-három baktérium fajjal lehet olyat csinálni, hogy ők egy rétegzett társadalmat alkossanak, tehát olyan, hogy az egyik az minden tud, az teljesen jól tudja fölvenni a tápanyagokat, kiadja az ukázt, a jeleket, a másik pedig csak fogadni tudja. Tehát ezek az ilyen betanított segédmunkásokként tudnak csak dolgozni, és egy rétegzett társadalom alakul ki. Na most olyan is van, hogy megjelennek olyan baktériumok, akik nem akarnak kollaborálni. Ők csak enni szeretnének. Na most ezek a baktériumok, ezek összedöntik a társadalmat. Tehát megjelenik egy olyan egyed, egy jól kollaboráló társadalomban megjelenik egy olyan egyed, amelyik nem vesz részt, tehát nem fizet adót, nem működik együtt a többivel, akkor azok szépen össze tudják dönteni a társadalmat, legalábbis ilyen szintetikus kis csoportokra ez igaz. Na most ezek az óriási sokfajból álló közösségek, mint mondjuk a bélflóra, hát annak az összedöntését kicsit nehezebb megcsinálni, de az ember meg tudja csinálni ügyesen, mikor ugye antibiotikummal etetjük a beteget, főleg, hogyha kétfélével. Akkor garantáltan a baktériumok, akkor garantált Armageddon van, akkor a baktériumok kivesznek, és érdekes módon elkezdenek szaporodni a rossz indulatúak. Tehát a helyükön olyan nő ki, amelyik nem alkalmas egy egészséges bélflóra funkcióját ellátni. És ilyenkor alakul ki a véres hasmenés, egyébként ez eléggé halálos dolog is tud lenni. Azért érdekes és azért különös ez, mert nagyon sokszor, akár a mostani Covid-ban is, egyébként két kínjában az orvos kétféle baktérium, kétféle antibiotikumot ad be. És akkor viszont véres hasmenés, a többi elég gyakran fellép. Na most ezt ma már tudjuk gyógyítani, de régen ezt nem igen tudták. Tehát itt látszik, hogy vannak ilyen szélsőséges esetek, de ezt hát még informatikailag nem tudjuk fogni az élet, ez túl sok faj. Ez az egész antibiotikum témakör egy olyan hosszú beszélgetést érne meg. Mi is otthon a családban nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyermekünknek adott betegségnél milyen gyógyszert, vagy milyen gyógykészítményt adjunk. Feleségem orvos, gyermekorvos, és annyira ügyesen kezeli, és keresi azokat a lehetőségeket, amik természetes úton okoznak gyógyulást, és hála Istennek, hogy a gyermekünk rendkívül erős, és hogy azokkal a gyógynövényekkel, azokkal ki lehet kúrálni. Egy picit hosszabb ideig tart, tehát nagyon fontos, hogy itt egy türelmet kell mindenképpen a szülőnek is, meg a gyermeknek is gyakorolni, de hogy ez egy nagyon érdekes témakör, hogy vajon az antibiotikum mikor lesz teljesen
már nem használható készítmény, mert ugye annyi helyre is odaadják, de nem erre, nem ebbe az irányba szeretném elvinni a beszélgetést, csak ez így megfogalmazódott bennem ez a gondolat. Amikor kutatásokat végeztek, dolgoztok, milyen más kutatócsoportokkal dolgoztok együtt, akár itt Magyarországon, akár nemzetközi viszonylatban? Hát Magyarországon elsősorban a Semmelweis Egyetemmel dolgozunk együtt. Ott a Szabó Dóra professzor asszony, egyik együttműködőnk, ő az Orvosi Mikrobiológia Intézetnek az igazgatója. Tehát ővelük dolgozunk konkrét adatokon, tehát ilyen betegadatokon. Ők is ebben a bizonyos mikrobiomban, tehát a bélflóra ilyen kutatásokban utaznak, és hát együtt dolgozunk a Győrfi Balázs professzornak a tanszékével, a bioinformatika tanszékkel, aki hát az első bioinformatikai tanszék az országban. Erre hát részben mi is büszkék vagyunk, mert ugye ő nálunk habilitált, tehát félig meddig pázmányos affiliációja is van. De hát tehát ővelük ez a két kutatócsoport, amelyikkel rendszeresen együtt dolgozunk, együtt publikálunk. Akkor ilyen konkrét együttműködünk külföldön nincsen, de benne vagyunk egy ilyen mikrobiom koordinációs hálózatban, ez egy EU hálózat, ahol 24 csoporttal tudunk együttműködni Európában. Ezek mind európai csoportok, EU-s csoportok, úgyhogy végeredményben hát be vagyunk kötve ebbe a nemzetközi hálózatba. Ez egy nagyon fontos dolog, most hát már kicsit nem annyira aktívan csinálom, de magam is voltam elnöke egy ilyen európai bizottságnak, tehát látom, hogy az roppant jó dolog, hogyha az embernek vannak kulcs együttműködői a fontosabb országokban is, egy telefonon meg tud kérdezni dolgokat. Tehát ez is emberi kapcsolat, ezek nagyon fontosak. És itthon milyen bioinformatikai témákban vagy még érintett? Mert tudom azt, hogy van egy egyesület, egy alapítvány? Igen, hát jelenleg elnöke vagyok a Bioinformatikusok Egyesületének, és van az MTA-n van egy bioinformatikai bizottság, amit jelenleg szintén én vezetek. Érdekes, mert én tulajdonképpen nem nagyon kedvelem az ilyen bizottsági munkákat, viszont rájöttem arra, hogy enélkül nincsen közösség. Tehát szintén visszajutunk a közösséghez. És igen, visszajutunk a közösséghez, tehát hogyha azt akarom, hogy a diákjaimat szívesen fogadják bárhol, akkor ezt a munkát, ezt el kell végezni. És hát ez végeredményben azt hiszem, hogy sikerült is. Mi a legkedvesebb emléket? Bármi. Tehát akár volt olyan beszélő, aki itt ült ebben az székben, aki azt mondta, hogy ő azt szerette a legjobban, amikor mindig jött az ebédidő, és lehetett érezni az étteremben az áradó illatokat, amikor volt még étterem, és olyan jó volt, hogy ott tudtak beszélgetni a professzorok egymással, de bármi, ami neked olyan emlék itt az elmúlt sok-sok év alatt, hallgatóval, oktatóval, bárkivel. Hát én nekem a legkedvesebb élményem az volt, hogy láttam, hogy élő közösség van, hogy van kórus, van házi zenekar, aki Beatles-eket játszott, érte? Tehát van, mint egy normális helyen ez szokás. Tehát nem az, hogy az emberek bejönnek, nézegetik egymást egy kicsit, hogy na ezt is láttam már valahol, de nem vagyok benne biztos, érte? Hanem, hogy együttműködés van, és hogy ezt én nagyon fontosnak tartom. Tehát ez egy olyan, mint egy cserkész csapat, egy kórus. Az nagyon fontos. Igen, tehát hogyha így említetted, akkor én is így visszagondolom arra, hogy kórus, énekkar, megvan a kockasarok, megvan a nem akarok ilyen nagyon vicces témák felé elmenni, de akár a kötősarok, tehát ahol a hölgyek éppen horgolnak egy szabad idejükbe, mert hogy az köti le. Én nekem mindig... vagy számomra az volt az egyik legmeglepőbb, amikor megérkezett az orgona, és ugye lett egy elektromos orgonánk, vagy amikor ugye Roska professzor úr felesége, Esztor Zsuzsa odaadományozta a zongorát az ITK-nak, az is egy csodálatos pillanat volt. Nagyon jó, hogy ezt említetted, mert ezt mindenki kiemeli, és ilyenkor mindig
önökhöz, hozzátok fordulok, kedves nézők, hogy nem betanult szöveg az, hogy a közösség mennyire fontos, de mindenki ezt emeli ki. Az lenne a következő kérdésem, hogy kinek és milyen kérdést tennél föl, ki legyen a következő beszélgető alanyom? Hát én úgy gondolom például, hogy hát a munkatársam Ligeti Balázs tudna beszélni arról, hogy mit csinálnak ezek az új mélytanuló mesterséges intelligencia módszerek a bioinformatikában. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert ez az egész hullám, az a mélytanulási hullám, ez most kezdődött el egy 4-5 évvel ezelőtt. Uh-huh. Azelőtt ilyen nem volt, és hát most már a bioinformatikában is mindenütt alkalmazzák, és Balázs pedig hát teljes erővel ráállt erre. Úgyhogy én őt ajánlanám. Jó, akkor Balázs lesz a következő. Viszont neked is tettek föl a kérdést, és az pedig Iván Kristóf volt dékánunk tette föl. És ez a kérdés pedig úgy szól, hogy a bioinformatika visszamenőlegesen 20 évről indulva, és egészen előre, hosszú-hosszú évekre, mit látsz, milyen fejlődésen fog keresztül menni, mi az, ami várható? Lampedusát, az olasz írót idézném, hogy hát mindennek meg kell változnia ahhoz, hogy minden ugyanúgy maradhasson. Tehát nagyon sok minden változik a bioinformatikában, és az alapok pedig lényegében nem nagyon. Most ezt jobban ki lehet fejteni. Mi azzal indultunk a dolgoknak a hajnalán, hogy megtanítunk mindenkit bioinformatikára, és akkor mindenki maga fogja csinálni a dolgokat. Micsoda szép dolog lesz ez. Na most ez nincs így, ez máig nincs így, és egyre kevésbé van így. Tehát a szakemberek mennek a saját területükön, az informatikusok mennek a saját területeken, és az, hogy a kettő együttműködjön, ahhoz kell egy önálló bioinformatika. Nem került a kettő közelebb, tehát kialakult egy olyan önálló szaktudás a kettő között, amelyik eddig nem volt ennyire önálló, de azt mondom, hogy mióta például genomok meg ilyesmik vannak, tehát egy olyan 10-15 éve, kialakultak a genomkutatók. Tehát ez egy olyan ember, aki egy jól képzett bioinformatikus, de megtanulta, hogy a genom adatgyűjtéshez mit kell csinálni, azt megszervezi. Tehát érdekes módon ki van szervezve a gyakorlat, és akkor egy képzett bioinformatikus ezt feldolgozza. Tehát nagyon sok helyen, tehát ilyen önállósodott bioinformatikusok alakulnak. Ez egy nagyon sokféle szaktudás, nagyon jó kommunikációs készséget, nagyon jó szervezőkészséget igénylő feladat, tehát nem mindenki alkalmas rá, mert tulajdonképpen meg kell egy óriási projektet szervezni. Tehát mondjuk most nem a humán genomot, azt is már nagy részt ugye informatikusok csinálták azért, de mondjuk az első mikrobiómokat, tehát hogy milyen baktériumok élnek együtt az emberrel, ezeknek az első kutatási projektjeit már egyértelműen bioinformatikusok csinálták. Ők szervezték le, és ők hozták össze az olyan biológusokat, akik egymással alig tudtak beszélni. Tehát tulajdonképpen a bioinformatika egy önálló kutatási irányjá kezd átalakulni, de nem független ő egyiktől se, tehát az ő adatait az épp úgy a legjobb biológiai lapokban kell leközölni, tehát nincsenek, vannak bioinformatikai lapok, de az igaz, mégiscsak a Science Nature-be kell aztán bejutni. Tehát ez egy nehéz terület, mert kicsit kívül is vannak a fősodron, de ugyanakkor nem őnélkülük nem jön össze a dolog. Tehát ez az, ami érdekessé vált, hogy sajnos azt kell mondanom, hogy a orvosok, a biológusok azok nem lettek kitűnő programozók legtöbbször, hanem őnekik kellenek a képzett bioinformatikusok. Na most ezért fontos az, ami a Pázmányon történik, hogy itt biológus és informatikus készségeket együtt adnak át a diákoknak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Akkor a következő beszélgető partnerem nem más, mint Ligeti Balázs. Várom őt szeretettel, és szép napot kívánok mindenkinek.